1957. március 7-én rendezték az első hazai, maihoz hasonló ötös lottó sorsolást egy szakszervezeti kultúrotthonban. Így igazán könnyű kiszámolni, hogy hány lottó sorsolást tartottak addig, igaz Géza? Igen, azt mondja, hogy mindjárt kiszámolom, egy év alatt ugye 52, az 10 év alatt kereken 520, 20 év alatt 1040, és így jutunk. Hajd! Esti itt lennénk, ami kiszámolod. Most szombaton lesz a 3000. ötös lottó sorsolás. Egy héttel a 3000. sorsolás előtt összeült a Szerencse Szombat stábja. Igazi csemegét tartogatnak önöknek a sóra. Mindig érdekes dolog, hogyha visszaidézhetjük a régi időket, a televíziózás régi korszakaiból. Ez is egy ilyen alkalom lesz most, és megpróbálunk olyan képi effekteket használni, amivel utalunk arra a televíziós kultúrára, ami akkor volt jellemző. Fekete-fehér lesz a kép, rontunk a minőségen jelentősen, jó kontrasztos lesz, a képoldal arány az 4-3 lesz 16-9 helyett, nem nagyon lesznek kameramozgások, nem lesz varió, valami ilyesmi. A zenekar és a tánckar is rengeteg meglepetéssel készül. Mi általában 3 napot szoktunk próbálni egy adásra, ebben az esetben biztos, hogy 4-et fogunk, hiszen ezek az extra produkciók azért nekünk is plusz munkát jelentenek, de nagyon várjuk és szeretjük. Majd aki nézi, és meg fogja nézni, és vissza is nézi, és fölveszi videóra, az majd jól fog járni. Annyit elárulhatok, hogy egy kicsit utazunk az időben visszafelé. Az időutazásban örökzöld slágerekkel Szulák Andrea és Hommonnai Zsolt is segít majd. Már Kata is nagyon várja a szombatestét, ahol még régi lottó relikviák is feltűnnek majd. Ez nekem még mindig egy ilyen, mint egy ilyen álom lenne. Úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a szép kerek 3000-en itt lehetek. Egy biztos, a sorsolás ugyanolyan szabályszerű lesz, mint a többi 2999 alkalommal.